mikrofon. Hallják? Hallják? Nem, mi halljuk. Béla, valami nem jó. De, na, tehát akkor kezdem még egyszer. Soltés Sándor vagyok, mérnök közgazdász, számoló ember. És honnan? Nyírmeggyes. A perifériák perifériája Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, Máté Szalkától 4 kilométerre. Valaki járt már Szabolcs-Szatmár-Bereg megyére, tudja, hogy merre van. Én számolásokkal foglalkozom. Azt tartom, hogy a számokon keresztül lehet a bankokat megfogni. Nem véletlenül a bankok nem akarnak számolni. Nézzétek meg! Azokban a közjegyzői szerződésekben bele van kódolva, hogy egy oldalon nyilatkoztatok arra vonatkozóan, hogy elfogadjátok a bank nyilvántartásában lévő összegeket. Mit jelent ez? Azt, hogy ellenőrzést nélkül elfogadásra kerülnek a banki számításhoz. Érdekes módon most már a harcok végeredményeként, ugye minden egyes törvényszék ezt a pontot tisztességtelennek, törvénysértőnek minősítette. Ugyanakkor ebből még nem következik az, hogy helyesen vannak a számítások. Segíti a bankokat, hogy az adósjogászok se akarnak számolni. Tehát míg a bankok azért nem akarnak számolni, hogy ne tudjuk őket megfogni a csalásba, az adósjogászaink pedig azért nem akarnak számolni, mert nem tudnak számolni. Ez már kisebb probléma lenne, ha meg is akarnák legalább tanulni. Én az egész országot jártam, és nagyon sok helyen elmondtam, próbáltam ezt az eszközt átadni mindenkinek, hiszen tudással lehet legyőzni. Fejbe kell legyőzni először az ellenfelet, a mamutot is először fejbe győzték le, és aztán tudsz az ember legyőzni. Itt is erről szól a történet. Látható, hogy nem a szerződésbe kell megkeresni a hibát, nem a szerződés érvénytelenségét, létrenemjöttét, semmiségét kell bizonyítanunk, hanem a szerződés teljesedését. A szerződés az csak az egy része az úgynevezett kötelemnek, ugyanis a bankok és az adós közötti jogviszony, az úgy hívják jogilag, hogy kötelem, jogi kötelem. A jogi kötelemben még csak írásbeli szerződése kell. A kölcsönnél nyilvánvalóan elő van írva. Úgy hívják ezt, hogy a prudenciális jog szerint, hogy írásbeli szerződés is kell kötni. De az csak a szerződés. A szerződésben nagyon sok minden bele lehet írva. A kúria azt mondja, hogy maga a szerződés, figyeljétek, maga a szerződés az érvényes. De a kúria is tudja, hogy a jogviszony, a kötelem, az nem ér véget a szerződéssel. Az csak a szerződés, csak az első lépcsője. A második lépcső ugye a teljesítés, és aztán még egy csomó minden van. Egy kötelem kezdődik azzal, hogy adott esetben odaadnak neked 100 forintot, és végződik azzal, hogy te visszaadod, vagy vissza végrehajtják, akkor zárul le, amikor a közös kötelezettségek ugye is megszűnnek. Tehát ezért ebbe akár 5-10 mozaik is lehet. Nekünk két mozaik, ami lényeges. Egyes mozaik a szerződés, kettes mozaik az elszámolás, annak a teljesítése. Nos, míg a szerződésbe potenciálisan bármit bele lehet tenni, bele lehet kódolni. Bennünk is bennünk van egyébként a gyilkos, attól még nem gyilkolunk. A bank viszont meg is teszi. Tehát mire ő megteheti, meg is teszi. Azt szokták mondani, ha valakinek kalapács van a kezében, minden szögnek néz. Ha valakinek a ravaszon van az ujja, az meg is fogja húzni. Nos, ebben a szituációban ez a helyzet, hogy a bank kialakított egy úgynevezett konstrukciót, egy úgynevezett deviza alapú konstrukciót, egy úgynevezett kölcsönszerződésnek nevezett valamit, és azon keresztül belevonta egyébként egyébként törvény által tiltott szerencsejátékba. Ugyanis két érvényes szerződés lehet a kúriai határozat alapján meghatározni. Ugye az előbb mondtam, de akkor még egyszer megismétlem, hogy a kúriai határozat, a 6/2013-os határozat volt az az első pont, amelyet ugye nagyon sokan mindenki elítél, mindenki alkotmánysértőnek tartja. Nyilvánvalóan az is, de hát ha mi nem tudjuk bebizonyítani az alkotmánysértést, cseszhetjük az igazunkat. Itt azt is figyelembe kell venni, hogy mi a lehetőségünk. Ezért a kúriai határozatban nem azt kell megkeresni, hogy mi benne nekünk a rossz, fordítva, mi benne nekünk a jó. Mi benne a jó? Nagyon egyszerű. Azt mondja a kúria, hogy a fogyasztói kölcsönszerződések deviza szerződés.
Mi következik ebből? Barátaim, kölcsön kérjünk rajta számon, bankokon azt számoljanak, és devizába. Mi a különbség a deviza és a forint között? Szerintetek? Mint pénz nem semmi. Mint pénz nem semmi. A devizának egyébként fogalma is van, külföldi pénznemben meghatározott követelés, vagy külföldi pénznemben nyilvántartott követelés. Nagyon érdekes, hogyha kezetekbe vesztek egy banki befizetési bizonylatot, és forintban fizettek, odana írva deviza nem, húf! Hoppá! Tehát a forint is deviza. A banki viszonyok között a forint is deviza. Csak ugye mivel az ember ezt nem tudja, ezért nyilvánvalóan fel se fogja fogni, hogy miről szól itt ez a történet. De ha mi ezt tudjuk, és azt mondjuk, hogy akkor nézzük már meg, a fogyasztói kölcsönszerződés az milyen világban van. A fogyasztói kölcsönszerződés az egyszerű pénzügyi, nem pénzügyi világban van, egy egyszerű jogviszony. Én kérek, kölcsön visszaadom, ez egy reál piaci viszony, úgy hívják. Itt nem is devizák vannak, hanem igazából valuták vannak, pénzek vannak, pénznemek vannak. A pénzpiacon, ahol tőke van, piac, ott már viszont csak devizák vannak. Ott a forint is deviza, ott árfolyamok vannak, ott értékek vannak. És gondoljatok bele, és ugye az előbb ezt mondtam, hogy mi a kölcsön fogalma, hogy a kölcsön kell számon kérni. Kölcsön, még egyszer tanuljátok meg, nagyon fontos, meghatározott pénzösszeg rendelkezésre bocsájtása, és a kölcsön összegének a visszafizetése. Megnézzétek ezt, ez a PTK-s, ugye, mivel bírói szinten fog eldőlni a vita. Van ebbe pénz nem? Van ebbe deviza nem? Ebbe a fogalomba? Nincs. Van ebbe a fogalomba árfolyam? Deviza árfolyam? Árfolyam rés? Eladási árfolyam, vétel. Érzitek, hogy mennyire buta mindenki? Most ti is ebből a szempontból, de ez nem negatív, ez pozitív, mert egyébként nem kell, hogy hozzáértsetek. Hát nem kell. Normális menetben, normális jogviszonyok között, évezredek alatt is volt kölcsön, van kölcsön, és ebből nem is volt sose probléma. Tehát akkor, hogyha a sikert akarunk elérni, nézzük meg, hogy kell kölcsön számítani. Kiderül, hogy a kölcsön számításához ugye mi kell? Kell egy kölcsön tőke, kell egy kamat, kamatláb, ugye, és kell, hogy mennyi idő alatt, futamidő, mennyi idő alatt kell visszafizetni. Ennek a három tényezőnek az ismerete szükséges. Van ebbe árfolyam? Ebbe megint nincs árfolyam. Nagyon egyszerű. Most, hogyha megnézzük, hogy kell számítani a kamatot, kamat összegét, mert a kamatnak is egy csomó összetevője van, kamat összeg, kamat láb, kamat ráta, havi kamat ráta, Libor, bubor, hallottatok ilyet? Hát már aki, de azt tudjátok, hogy mi is? Na látjátok, a libor és a bubor is egy árfolyam. Az kamat árfolyam. Az árfolyam az azt mondja, hogy állandó, az változik. Csak a libor és a bubor periódusonként, negyedévenként, havonta, hat havonta, attól függően, hogy melyiket vesszük, változik. Az is árfolyam ám, nem csak a deviza árfolyam, és azt tudjátok, hogy a deviza árfolyam az micsoda? Na látjátok, ezt se tudjátok. Kell, hogy tudjátok? Nem. De ahhoz, hogy becsapjanak, ahhoz elég, hogy nem tudjátok? Nos, így csapnak be. Tehát van egyszer egy árfolyam, ami egyébként kamat árfolyam is lehet, és van egy árfolyam, ami deviza árfolyam is lehet. A deviza árfolyam az két pénznek az érték aránya, az már értékről szól. Annak már úgy mondják ezt, hogy mértékegysége van. A ilyen mértékegység HUF per CHF, hallottatok ilyet? Vagy CHF per HUF. Na most azon kívül még nagyon érdekes van az árfolyamnak egy úgynevezett devizapáros, tőzsdei játékbeli árfolyama. Ott pedig az első, például az, hogy CHF, az azt jelenti, hogy az a bázis, az az irányadó devizanev. A HUF, a forint ebben az esetben, az pedig a jegyzett deviza. Azon történik az ügyletnek a realizálása. Na most rögtön abban a pillanatban, hogy ezt megértettük, rögtön a pillanatban látszik, hogy hoppá gyerek, akkor melyik árfolyamról beszélünk? Kamat árfolyamról?